Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórtam. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta, vigyétek innen ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak, miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók azt felelték, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted azt. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadta a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. És amíg Jézus a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberekről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim, azt mondja a második törvénykönyv, melyik az a dicső nemzet, amelynek olyan szertartásai, olyan igazságos rendeletei lennének, mint ez az egész törvény, amelyet ma én szemetek elé tárok. Rögtön hozzátehetnénk egy másik kérdést. Valóban megtartjuk a törvényeket? A Keresztény Élet című újságban régebben, kicsit már régebben olvastam egy cikket őszinte bűnvallomás címmel. És ebben a vasárnapi kereszténységről beszél a cikknek az írója. Ahogy egymás után telnek az éveim, egyre inkább megfogalmazódik bennem, hogy mi tulajdonképpen kevés kivétellel vasárnapi keresztények vagyunk. A hét mindennapján egyformán élünk, vasárnap felvesszük az ünneplő ruhánkat, és elmegyünk a templomba, meghallgatjuk a szentmisét, meghallgatjuk a szentbeszédet, aztán, ahogy kijövünk a templomból, sok mindenről megfeledkezünk. Meghallgatjuk a szentbeszédet, és néha a szívünkben úgy vagyunk vele, hogy elérzékenyülünk, máskor megkritizáljuk, ahogy éppen hozzánk szólt, vagy éppen a lelkiismeretünkhöz beszélt. Az imáinkat is a megszokott sorrendben végezzük, nem igazán gondoljuk át csodás gondolatait, vagy éppen átszemezgetjük a rózsafüzérnek a szemeit, nem elmélkedünk Jézusnak az életéről, Máriáról, aki az üdvösség rendjében ott van velünk, és közben jár értünk, hanem futva, rohanva átszáguldunk ezeknek a szent titkoknak a mélységei fölött. Elfelejtjük elhatározásainkat, törekvéseinket, amelyek mint a mag belehullottak a földbe, ugyanúgy a szívünkben is, de a világnak a kisebb-nagyobb gondjai elfelejtetik velünk. Valaki egy társaságban egyszer azt mondta, hogy ő senkitől sem kér bocsánatot, mert ő senkit sem bánt meg soha. De állítom azt, hogy ezért kellene bocsánatot kérnie, mert ezt úgy nevezzük, hogy gőgöm. Nincs a lelkünkben
A mindennapokban türelem, tolerancia, alkalmazkodás, mégis azt állítjuk, hogy keresztények vagyunk, de valóban azok vagyunk. Megkérdezhetnénk akkor, hogy mi a megoldás erre? Nagyon sokszor és sokféleképpen az éveim alatt, amíg pap voltam, és már előtte is láttam, hogy elszakadnak a fiatalok az egyháztól, és húzódnak a szekták felé, mert az olyan látványos, ott odafigyelnek rám. Persze, ahol kevesen vannak, ahol bocsánat, de csápolnak, ahol megvan a varázsa idézőjelben, amire minden nap vágyunk és ábrándozunk, hallhattuk a mai evangéliumban is, hogy Jézustól csoda jeleket követelnek. És a szekták ideig, óráig talán meg is adják, hogy álmainkat beteljesítsék ezzel, ezzel a látványossággal, ezzel a különlegességgel. Hányszor láttam és tapasztaltam azt, hogy fiatalok elmennek egy ifjúsági találkozóra, és úgy érzik, hogy megtértek. De a hétköznapok szürkessége, a hétköznapoknak, a mindennapoknak az egyszerű imádságaim, kereszt felvételeim nem is hasonlítanak ahhoz az ünnepléshez, ahhoz az örvendetes, illetve nagyszerű légkörhöz, amelyet ott tapasztalt. És ezért úgy döntenek, hogy elhagyják az egyházat. Néhány évvel ezelőtt olvastam, hogy 650 áldozata volt egy szektának Ugandában, akik tömeges öngyilkosságot követtek el azért, mert a prófétájuk azt mondta, hogy 2000. március 17-én eljön értük Szűz Mária, és magával viszi őket a mennyben. És ez az öngyilkosság, ez a tömeges öngyilkosság, ahogy magukra gyújtották az épületet, és aztán csend lett. Vannak olyan szekták, akik a családjaiktól szakítanak el fiatalokat, és aztán egy agymosás után már vakon engedelmeskednek. És ezek a szekták támadják a katolikus egyházat, sajnos támadják az összes történelmi egyházat, amelyek az igazságot hirdetik azért, mert meggyőzik őket, hogy önmaguk és ők az üdvösségnek az egyetlen forrása. Ahogyan készülgettem, szemezgettem, Jákob álmára rettem figyelmes az Ószövetségi Szentírásnak a könyvéből, amelyben amikor Jákob elalszik, és álmában megérinti az Istennek a hívása, ő a következőt vallja, valóban az Úr van ezen a helyen, és én nem is tudtam. Milyen félelmetes ez a hely, nem más ez, mint az Isten háza, és a mennynek a kapuja. És a második vatikáni zsinat ugyanilyen szépen val a szent liturgiáról, amint az Atya Krisztus küldötte, úgy küldte Krisztus a szent lelket, eltelt apostolokat, nem csak azért, hogy az evangéliumot hirdetve minden embernek tanítsák azt, hogy Istennek szent fia halálával és feltámadásával megszabadított minket a sátán hatalmából, és a halálból átvitt az Atya országába, hanem azért is, hogy meghirdetett üdvösséget megvalósítsák a szentmisében és a szentségeknek az útján. Templomainkban láthatjuk az örök mécsest, amely napról napra világít és jelzi számunkra a krisztusi jelenlétet. Éjszaka, nappal, ahogyan arra szüksége van a keresztény népnek, hogy megtalálja azt a helyet, ahol találkozhat velem, és ahol megtalálhatja az üdvösségnek a forrását. Olyan szépen fogalmazza meg katekizmusunk, amikor azt mondja,
a tíz parancsolat, a hegyi beszéd és az apostoli katekézis számunkra leírják az utakat, amelyek a mennyek országába vezetnek. Mi pedig önmagunkat lépésről lépésre kötelezzük el, a Szentlélek kegyelmétől támogatva mindennapi cselekedeteink révén. Krisztus szavai munkánkat termékenyé teszik, és lassacskán gyümölcsöt hozzunk az egyházban Isten dicsőségére. Befejező történetem egy szép elbeszélés, amely talán megérteti velünk, hogy mit is jelent számunkra a Szentírás, mit jelent számunkra a tíz parancsolat, és mit jelent számunkra a krisztusi tanítás a törvény szellemében. Ennek az elbeszélésnek az a címe a vén világító torony. A világító torony egyik este kétségbe esetten nézett a nyílt tengerre, az ítéletödő hirtelen szakadt rám, és megsűrűsödött a sötétség. Egy kis halászcsónakra lett figyelmes, amelyet egy öreg halász próbált a biztonságos, védett kikötő biztonságába terelni. De hogyan segíthetnék, gondolja tovább a vén világító torony, hogyan segíthetnék, hogyan adhatnék én erőt ennek a megtépázott csónaknak és megfáradt utasának. Örömmel emlékezett vissza azokra az időkre, amikor a tenger felett virrasztott, útjelzés volt az zátonyok között minden utas és hajósnak a számára. Jól esett neki az átvirrasztott, annyi nehéz éjszaka, a sokat bevezetett jóbarát és idegen, akik a kikötőnek a nyugalmába értek. Az ő élete az ismerőseiért, ismeretlenékért való törekvésben telt el, és visszagondolt azokra a szép napokra, amikor tudott még számukra útmutatást adni. Aztán egy idegen érkezett a faluba, és meggyőzött mindenkit, hogy egy automata világító torony sokkal hasznosabb lenne a falu és a halászoknak a számára, hiszen biztosíték lenne ebben a modern korban. A falui lakói bele is egyeznek ebbe, felépül az új világító torony, és a régit a sorsára hagyják. Most már csak annyi szerepe van, hogy a gyerekeket megvidámítsa a lépcsőin, és kilátást adjon a turisták számára. Ám most szemléli ezt a kis halászcsónakot, szemléli az öreg halászt, aki küzd az életéért, és arra gondol, milyen jó lenne, ha még utoljára segíteni tudnék. Szemléli az új világító tornyot, amely nem lobban fel a fénye, és nem mutat utat. Csak még egyszer utoljára fohászkodik a vén világító torony, és ekkor egy villámcsapás megérinti a szíve lelke mélyéből, és ami alkatrésze még van, és képes arra, hogy fényt adjon, felvirran. És ebből a fényből az öreg halász erőt merít ahhoz, hogy újból nekiveselkedjen, és a fény felé irányítva csónakját bevezzen a biztonságos kikötőben. És ahogyan beér, a vén világító torony ráébred arra, hogy aki a csónakban ült, akinek megmentette az életét, az az ember volt, aki felajánlotta a falunak, hogy új világító toronyra van szükségük. Enyhén elmosolyodott, és az elégedettség jó érzésével álomba merült. Kedves testvéreim, a tíz parancsolat világító tornyát nem lehet soha leváltani a keresztény embernek az életében. Antiókiai Szent Ignác írja, számomra az evangélium olyan, mint a jelenlévő Krisztus. Számomra a tíz parancsolat, az evangélium, a templom olyan,
mint a jelenlévő Krisztus. Mind a háromra szükségünk van ahhoz, hogy a kikötő révében Krisztushoz elérkezhessünk mindannyian. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.